mindenképpen alapvetően egy jó dolog ez a 7 gól, de amit elmondtak, hogy hátradőlni nem lehet ebbe, és úgy ebből a szempontból 0-0-ról kell kezdődni a meccsnek, és fejben megérkezni, és az, amit mondtam már, hogy az elejétől kezdve élesek legyünk, és ne azzal foglalkozzunk, hogy most 7 van, most akkor 5 van, most akkor 9 van, hanem az a lényeg, hogy menjünk és nyerjünk. Kolozsvári csapat milyen nyomokat hagyott benne? Visszakaptunk bizonyos dolgokat, tehát a gyengeségeiket abszolút visszakaptuk, de én úgy gondolom, hogy mi nagyon jól kezdtük el a mérkőzést, ők egy kicsit beragadtak, úgy gondolom, a rajtnál. Én gondolom, hogy többet tud ez a csapat, és ezt szerintem vasárnapra biztos, hogy más fejjel és mentalitással fognak megérkezni. Ilyet most a hétközi mérkőzés nem sikerült túl jól a Debrecen ellen. Ilyenkor ez pozitívan hat a csapatra, vagy visszaveti egy kicsit? Hogyan kezeljük mi most ezt a meccset? Hát én úgy gondolom, hogy sajnos, tehát az idejében is, tehát többször előfordult már ez, hogy igazából én azt hiszem, hogy amikor a csapat ilyen sorozatmenetelésben van, és sűrűek a meccsek, akkor sikerül belebakiznunk, ami úgymond a kötelező lenne. Tehát ez a rosszabbik arcunk, úgymond. De én úgy gondolom, hogy tehát nem fog kihatni ez a vasárnapra. Tehát mindenki tudja, hogy mi a tét, mi az, amiért megérkezünk, mi az, amiért játszani fogunk. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy fejbe máshogy fogunk megérkezni.